Az előterjesztés szerint a telepítést 2014 márciusában végzik, a talajelőkészítési munkálatokat már június-augusztusban meg kell kezdeni. Az első betakarítást 2016-ra tervezik. Hamarosan megkezdődik a Kossuth Gimnázium energetikai korszerűsítése, ahol fel tudják majd használni ezt az alternatív fűtési módot. A növény magas szalicil alkohol tartalma miatt igen magas fűtőértéke rendelkezik, valamint az energianövényel történő fűtésnél, a fűtés költsége legfeljebb a koksnak 50, a gáznak 30, a fűtőolajnak 20%-a.